Keresi a győzelemhez vezető utat a nyíregyházi együttes, amely a legutóbbi fordulóban sorozatban 6. vereségét szenvedte el. A csapat szakmai igazgatója Sitko Ernő irányító poszton szeretné megerősíteni az együttest, ezért a héten a 26 éves, 184 cm magas amerikai Jevon Davist tesztelte a szakmai stáb. Az irányító legutóbb Montenegróban kosarazott, de előtte megfordult Franciaországban, Cipruson, Marokkóban, Egyiptomban és Csehországban is. A szakmai igazgató nem csak a pályán, hanem az öltözőben is igyekezett minél többet foglalkozni a játékosokkal. Nagyon pozitív az, ahogyan az edzés munkához, ahogy a csapathoz, és ahogyan az egész körülményhez áll. Nagyon pozitívan próbálja irányítani a csapatot. Mindig is hiányzott ebből a csapatból egy olyan személy, aki akár hangos szóval is vezeti egy picit, és az élére áll a csapatnak, nem csak a pályán kívül, de a pályán mutató teljesítményében is, és egy kicsit próbálja organizálni a csapatnak a dolgait. Ő ezt megteszi. Sajnos még kevés időt töltött itt, ennyi idő alatt nehéz beilleszkedni, és nehéz egy csapat élére állni, de nem halad rossz úton, és remélem, hogy ez már látszódni fog most szombaton. A pécsiek az elmúlt években megszokottól egy kicsit halványabban szerepelnek a bajnokságban, de Csirke Ferenc 6 győzelemmel és 9 vereséggel álló együttese továbbra is esélyes a 8 közé jutásra. A Pécs egy olyan ellenfél, akik nagyon jó játékosokból állnak, és jó eredményeik vannak, de mindenkit meg lehet verni, és Pécsen is lehet nyernünk. Úgy gondolom, hogy van esélyünk, szerkezetben egy picit közelebb állnak hozzánk, és kedvezőbbek számunkra, mint amilyen az előző mérkőzésen a Kaposvár volt. Természetesen nagyon reménykedem, bízom benne, hogy jók leszünk. A forduló további párosítása a következő. Mafc, Albafehérvár, Jászberény, Szeged, Kaposvár, Zalaegerszeg, Kecskemét, Körmend, Sopron, Szombathely és Szolnok atomerőmű ese. A Pécs Marsú Nyíregyháza mérkőzést hétfőn 21 órától láthatják a Kölcsei televízióban.